Jaj, Madonna, maga mit csinál? Arra a fára próbált maga oda okádott a fára? Nem a fára okádtam a mellé, de maga meg, nekem itt mit? Nekem mit ugat itt te? Az jobb lett volna, hogy magára okádok, hogy micsoda? Hát látom, egy óra itt vagyok, már émengek, már minden szédülök. Egy helyben sepreget, egy bolytába, hát milyen már? Assassinato! Jaj, kedves asszonyaim, szomszédjaim, asszony szomszédjaim, annyira fáj már a hátam, alig tudok kiülni, néha kiülök, aztán elmeséljük, jaj, de gülű szeme volt, elmeséljük, hogy mi van egymással, szomszéd uraim, jaj, tényleg én már nem bírom, én már hány bizonyítom felkelni, fel lefeküdni, jaj, mégis már hazamehetett, meg kell tenni a csíkéket. Micsoda szenzáció! Itt van, mint csecsemő! Itt van, mint csecsemő, meg csecsemő! Assassin's Creed 2 11. 11 Assassin's Creed 2 11 rész. Visszatértünk Florenci-nához, az a csacska angyal, hanem Florenci. Hova tértünk vissza? Velencébe, na. Velencébe visszatértünk. Velencébe. Hova tértél vissza, Norbi? Nem igaz, hogy még most tudom ennek a városnak a nevét. Na, Lorenzóhoz megyünk, az tudja, hogy tudja meg, hogy mi történt azzal a bíborossal, hogy pápával, vagy... Pápa, nem pápa, pap. Na ugye, mondjuk neki, meghalt. Sziasztok, ez már a 6. szekvencia. Ugye mondtam azt, 11. rész, mondtam azt, hogy a tavaszra, meteorológiai tavaszra végigviszem a AC2-t, hát ez pár napja ezért már megtörtént a tavasz, csak azt, hogy nem, még nincs vége. Elbuktam. Venezia, beautiful Venice, na, Velence? Na. Oda kell mennünk, Velencébe, na, egy új város megnyílt. Egy új város, tényleg. Nem kérünk, már ettem ma. Ez tényleg nagyszerű. Firenze ez a város, most eszembe jutott megint hirtelen. 10 másodpercig még eszemben lesz, szóval addig mondjam. Firenze. Így van, Forte you bleed, meg minden, ettünk is, kesudiót, menjünk. Mennyi volt az? Lorenzo de Medici. És akkor you have assailed the Medici cap. Make you permanent the Medici guards. Mit csinál a Medici cap? Ó, Toszkánában meg itt, ne? Hogyha ezt már viseljük, ezt a köpent, akkor a Medici katonák nem fognak minket támadni. Ha más katonám már nagyon nincsenek itt, hiszen kifüstöltük mindent, hát nem kifüstöltük, hanem kiírtottuk már minden. Szóval, eléggé. Good! De akkor most mehetünk akkor Velencébe, vagy még nem menjünk Velencébe, a gyönyörű, ugyebár a csatornapatkányok városa, minden, a szerelmeseké, meg egyéb dolog. Jaj, mindjárt megholok. Nagyon jó lesz, remélem. Kicsit a torka, mint hogy ki lenne száradva, hát igen, nem kell róla ennyi pernyét megennem. Próbálok teljesen bele azonosulni a játékhoz. Teljesen beleélni magamat. Meg minden, mindjárt tüszkölök, cserezni a fa virágzik. Ugoljam el, drága Ezio, szép szerelmem, meg minden. Nekem, te vagy a jámapám, nekem, dirigálja itt, ne. Na. Jó van, oké. Tudsz. Ó, hát megint a Leonardo da Vinci-vel kell találkoznunk. Leonardo! Na, egyből elrítő, nincs otthon, ez ki? Hova ment? Ő is Velencébe ment, Leonardo. Na, mindenki Velencébe megy már. A hírt kidől, még én is Velencében videózok. És azért kaptunk 1500 florentinát.
vagy mit csinált. Florida. Oh, good time! Oh, good time! Good time! Az a kéne már menni Montel rezsimhez is, de nem kell. Gondolom akkor fast travelezni fogunk, vagy még nem tudom, még az úton elkapjuk a Leonardo-t, de nem úgy, hogy Grabancánál fogom a minden, azért még. No homo, szexuál, meg minden, attól kívül, azon kívül, ahhoz képest. Mennyi már gyorsabb, Ezio hallod, hát nem az, hallod, még nem is tudom, a Sánta Csiga is el tudná kapni ezt a köpenyt, olyan lassan ugra-bugrász ittem. És ilyesmi, pörögi, pörög a show, meg mind, gyere, pörögi, ne úgy, nem blade, hanem szépen. Még mindig 300 méter, ha megint mindjárt tüszkölök. Na, most már a nyálam is folyik. Nem Ezióra azért. Nem, a vas páncéljára nem fogok rányálazni. Jó, hogy te ne rövidítsük utat, hogyha ez rövidítés. Na, megijesztettem itt a népen, hogy nekem jöjjenek már. Az egyik legidegesítőbb szokás az AC2-ben szerintem. És akkor jöjjön egy új város Toszkána és Firenze után, mármint Firenze és Toszkána után. Velence, ami tényleg nagyon hangulatos lesz, hiszen ott lesznek a, nem a kenúk, most nem jut eszembe ennek a hajónak a neve, tudjátok, ez a szerelmesek városa, minden, mindjárt meglássuk, hogy mennyire fog nekünk is bejönni, bizonyára igen. Ez így esedékes, hogy próbálnak mindig ilyen újításokat hozni, ez nagyon szerelmes dolog. Megyünk a hegyekbe, mert már amikor fért hétvégén majd felmenjünk a hegyekbe, eltüszkölnöm kell mindjárt megint, meg ásítok is baszki. Mi van, Norbi? Este 6 óra van, mert le akarsz megülni, mindjárt fejbe velek a bunkós botta. Igen, Game Load effektív érje. Ó, ott van Leonardo, nem? Leonardo! Ó, egy kis problémába ütközött. Hozzám! Miért szóljak az izé, lakatosoknak? Villanyszerelője? Aha. Fel kell fújni. Lapos. Ne rölködjél már, Ezio, mert mi beszélsz. Ha nehogy már Leonardo da Vinci, nagy tudós, vagy minden feltaláló, ne tudja megjavítani szekeret. Hol a ló? Ennek már ló se kell. I can't hold it in anymore. Ezio. Na, már nem is félkön ezt találta ki a I can't hold anymore. Tűdűn, hanem Leonardo énekli. Most én nekem kell vezetni. Na! Nem csak úgy ló van a játékban, még lovaskocsit is lehet vezetni. Mi van? Assassin's Creed Syndicate. Hát jobban lett volna, nem is tudom, ilyen uramasszonyommal kéne itt mennünk egy ilyen piknikre, de hát jó, ha Leonardo van, akkor Leonardo van. Nagyon szép város, azt mondja ő is, én is azt mondtam. San Marco. Nem vagyunk egyedül. You're not alone. Megjöttek a hunok! Szerintem halott. Azt akarják, hogy halottak legyünk, de... Na. Hoppá, beszállt egy F betűt, lenyomott. Survive. Ó, oh, survive! Ha nézd már! Ó, milyen izé hotel lakosztály van ennek a Leonardo-nak. De menne ott ugráljál már ne! Mászál már lefel, olyan mint a gétani, mikor Nikó fel akart ugrani a teherautóra. Na, szépen le lehet evickélni. Na, nézd már meg az, hogy mit csinál, smash enemies. Így van. Várjál, kicsit jobbra dű. Hidrolikás, je. Benne leszünk a tévébe. Vigyázz, mert neki mész a hegységnek. Hoppá. Aztán nem lesz többé. Assassin's Creed Brotherhood. Jó van. Megjött Attila. Ne. Te vagy az Attila. Ne. Ha ugye felbor a lovaskocsi. Te akarodjatok már visszafele izébe. Venezuelába. Jézus ereje. Jaj. Mindjárt olyan rakétavetőt ránk küldenek, hogy arról kódulunk. Leonardo! Várjál már, mert szikláknak is neki megyem, mert minden szegény pacik nem bírják. Jé! Majd magukat is felgyújtsák. Ilyenkor most mit csináljak?
Á, nem lehet ezeket a lovagat megállítani? Hamarabb a gyanátnak, akkor mondjuk elkapnak. Ugrajtsunk. Transformers. Változzát. Jaj. Nem már! Ez szomorú jelenet. Leesett szegény paci. Mit fognak ott a szól? Ne? Tüzes íjak! Ez nem ők lőnek, ezek aszteroidák. Legyünk ilyen felfedezősök. Pont belementem. Hát jó, már most azért okosan már. Fakerék. Még jó, hogy fakerék, hát az annyira nem ég el, mint a gumi, vagy nem tudom. Gumi? Milyen gumi? Nincs még gumi. No gumi. No gumi. Nem izé porn. Nem izé azért mondom, hogy ne úgy csináljátok. Vagy úgy csináljátok, hanem no gumi. Hát ez nagyon vakarcs lesz. Checkpoint volt! Csokolom! Checkpoint va! Csokolom. Hát én nem tudom. Én nem vágom. Ha megint... Ez el fog minket kapni. Jújjúj! De itt van hátunk mögött! Hát nem tudom mit csinálni. Kerítsd. Na, csak leesett. Kerítsd már csak 2 pont. 2 pont a Gryffindornél. Megint belementünk. Na, már másfél. Hát jó, hát most mit csinálja? Már kicsit lehet őket kerülni. Na mána. Ez mi volt? Ez mi volt? Annyira nem akartam nézni ennek a csávónak a buláját. Hóruk! Hello? Majdnem leasszaszinoltalak. Azt hittem katona. Hova megyünk? Ne, itt hagyott a busz. Francba. Még a diák. Komod is elveszítettem. Te már mit mutogatsz ottan? Mi? Kis... taknyos? Mi van? Mi mellett ebben a játékban védekezni? Jobb a gergőm. Get back. Get back here. Come on, follow them. Vigyázz, nézd, ott az a... de belevágnám annak a edzőnek a hátába most a fejszét amúgy, ha ő helyében lennék. De most komolyan, szerencsére nem a ő helyükben vagyunk. És ő helyében vagyok. Csokolom. Menj már bele a szénába. Szén a szalma köpönyeg, nyaljad meg a seggemet. Ne! Hé. Szekeret hagyod. Na, megszólalt már oráng után. Mondtam én, hogy így kezd csinálni. Jó, oké. Na nekünk ide más fegyver kéne szerintem. Hát most nézd már, várjál, meg kell várni, míg ő támad szerintem. És most. Egy igazi hősi lovag. Ilyen kell minden nőnek otthon. Ilyenbe kell kufircolni, ilyen lovagi páncélba. Ennek is annyi értelme van, mint egy szülői értekezletnek osztály nélkül. Throwing knife. Szedjed föl. Szedd föl. Jó, szerintem nekünk már nincs másra szükségünk. Na hol vagyunk? Ez kérem, tiszta kécske. Lóval menjünk már. És egyből már Velencébe leszünk. Romagna Holiday. Romagna. Ugrálunk össze-vissza. Elmegyünk majd, ó, Szabira. Ó, zsamo-zsamo-zsamo-zsase. Jaj. Chris Rudy. Nothing gonna change my life for... Na. Wow, most megértem. Gyerünk, Enzio. Addig nyalt fel a fámosó rongyal a követ, amíg van házad. Na. És akkor nézzük először a játékban Velencét. Mi van? Így mutatta be Velencét, borús van minden. Most ez Velence? Ez? A massza? Azt hittem, hogy ragyogni fog a nap, meg sütni fog a marát.
ez Velence. Sziasztok. Na nézd meg. Ez tudja, hogy nem Velence. Ez még valami falu, tanya, csirke, bóré, de ez nem Velence. Én már, milyen mocsár van itt? Na jó van, akkor itt leülök, várok körülbelül, hát egy olyan 800 évet, annyit azért nem kell várni. Várunk akkor 500 évet, aztán megvárjuk, még lesz itt köves úr. De, hát ez nem Velence. Kicsit elnéztem a dolgokat, még Velence később jön akkor. Ez synchronization pont. Hallod, azért csak meg felismerném Velencét. Gyönyörű cseresznyefa, szirmos virágos, szirmos Velencét. Nem círmos, szirmos. Na, csak felismerném. Na, menj már. Mivel úgy látom, itt csomó olyan synchronization lesz, meg valami, látom, itt van egy ilyen kripta is, így ilyen rövidebb rész lesz, és ezeket akkor majd vidén kívül még gyorsan kiakasztom. Kiakasztottunk egy ide szerintem azt. Ugye, szokták mondani. Én meg beakasztom neked a horgot, hogyha buzi... Nem akasztom benne. Oké. Okay. És akkor... Folly. Ez Folly, kérem. Nem tudom, jól lejtem-e, de Folly. Folly. Örökké, li, meg ilyesmi, forever, meg minden. Ezt vegyünk már fel, ez lent van, oké. Okay. Ez egyáltalán nem ugrik be, hogy most miért vagyunk itt, meg hogy ott valaki integet nekünk, takarodjál lefele. Na várjál csak, mert mindjárt hamarabb letakarodsz, mint én. Hogy kell ezt? Passziba. Na így gondoltam én, és nem így. Mondom, passziba. Ah, hát nem tudom eltalálni, nézd már én nem tudom, hogy kell. De bánja, akkor van nekem is fegyverem. Smoke grenade-et még azért vásárolni kéne. Jaj, én nekem nem kell volna leesni vele, de így praktikusabban hamarabb földet értünk. Földet, nézd meg. Ott fut földesi Mari. Ott fut földesi Mari. Hula, 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 aula. Aula, gyere ide, aula. Jó van, majd itten többet kapunk-e. Igen, 331, jó lesz a pennybe, elküldjük mind szépségkártya. Na. Futunk, mászunk. De kisgyerekeknél mászunk, így van, hát jó van. Na, többé nem megyek madár helyre, jó? Ebben a részben. Megnyerted a Pac-Man legújabb részét, a Pac-Man Following Edition Superstar komplett PC Steam játék kulcskódot. Na, igen, ott őrizik a levelet, akkor menjünk a főküldetésünkhöz. Kuma! Átöltözünk először, nem, először itten egy kicsit vasarolunk. Főként vasat, igen. Így van, repair-öztünk. Ajsz, nem kellett volna megint. Fabro! De nem azt akartam, shoppolni akartam, hát Jézus! Na nézzük! Tudom, hogy elég sok pénzünk van, de nem szeretném azért. Tudjátok, azért hónap is szeretném még kenyert enni, legalább. De ezt, igen, már megint kilépte a francba már. Azt akarja, hogy ne vásárolok semmit. Kergeszürke már akkor. Na, vásároljunk már. Weapons, nem. Small weapons, sem. Ez tudjátok mi ez. Ja nem ez tör, azt hittem ez a hajvakarú. Oké. Ez kell. Nem 13, az szerencsétlen. Mondom nem 14, mert az régen voltam már 14. Smoke bombs? Még csak 3? Akkor kell venni R-szint. Hát itt még nem lehet craftolni. Jó. Hú, ez ilyen... Át kell menni a falon.
Ja nem, itt, itt van, oké. Nem kell még, nem kell knife, elég sok knife-unk van. Ja, ez ruha betyár. Akkor legyen a... Ez nagyon ilyen kemény fiszkónak tűnünk benne a feketébe. Aha, eléggé. Kéményseprő. Assassin kéményseprő. Jó, ma. Edd. Lukas. Itt van egy ilyen üzenet. Egy eltitkolt üzenet. Could you deliver this for me? Megyek már. Jaj, hirtelen nem tudom a helyem. Jaj, ez az időre menős. Aha. Andreának kell, Andreának küldeni. Na, akkor Szenes Andreának küldenénk. Sok szeretettem egy dallal. Hú, baszki. Na ne! Ne, már megint ezt csinálják, tudjátok, mint múltkor. Hol menjek én ott át? Keresztül kasul. Ott át kellett volna mászni, ugye? Hát jó van már. Minek kell nekünk ilyeneket csinálni, mikor ott a főküldetés? Hallod, mekkora egy gerinctelen dolog ez az egész. Én azt mondom, hogy feküdjünk le. Na. Ott a létre megvan. Hát jó, most már jókor. Lögdösödünk még, vagy mi a vizé van már itt már? Köszönöm. Köszönöm, hogy vagy nekem. Órában egy nagy péló volt a jelenem. Köszönöm. Köszönöm. Jó. Elkaplak Gate and Army. Köszönöm. Köszönöm. Na, betöltés. Hova bennem tesz ez a játék? Majd ma menjünk ma jön megint! Hát ott nagyon zsír. Fucking cockroaches. Na itt volt a létre ugye valahol. El mint lavor. El mint létre, nem? Vagy, nézd. Ez az. Fel. Jó, van, tudja, hogy időre megy, nem tudom, ezek a leveles. Jó, Andra, izé érelmeztesedés kap, vagy mi van, hogyha nem érünk el oda időben? Hú. Az víz? Ó, szép víz. Nagyon szép víz volt. Hú. Fogunk, ez csak egy checkpoint. Hol van Andra? Madár egy, madára Andra? Mi van? Biztos, te vagy Andrea? Na várjál már, lootolok. Ez biztos nem Andrea, lehet a ura Andreának. Urai. Na nem bántsuk őket azért, mert parasztok. Jó, egy kicsit, mint hogyha... Nem is tudom. Nem kéne, hogy ennyien legyünk. Sokaság. Ezt úgy mondja, sokas. Bájatom már, mert éppen ráharapta a nyelvemre. Mármint, hogy már beleüt, belém vágtak egy kicsit, aztán ráharaptunk a nyelvünkre. Bunkó! Pam, 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 pam! Hol van Andrea? Ott nézi? Háttérbe? Andrea a dolgot? Ura, egy kicsit kifeküdt, mint a malac. Csemeg a kukoricarágás közben, vagy után. Álljátok már? Na, bekerítenek. Hatalmukba kerítenek, mert minden. Gyere ide, kerítés! Ta! Na hát ez egy kis PA megérte. Hogy ne érte volna meg. Merülünk. Merlin szakállára. Jaj. Na akkor még egyszer. Az van, hogy megint mászkálnunk kell. Hoppá, nézd már, mi világított. Hó, de ez milyen szépen világít, hallod? Ó, szebben, mint a közkivilágítás. Hát szebben világít. Ajaj. Na, hát megint másznunk kell. Ugye? Szépen fel, trehánykodunk. Így van, hagyjújék, jó lesz majd. Kell a cukor, kell majd a krumplicukor a gyerekeknek. Hagyjújék.
Közben kiabálnak, hogy itt vagy, lehet, vagy itt vagyok, hogy valami biztos nem madár mondja nekünk, hogy itt vagyok, gyere már, ölj meg, vagy valami. Bocsánat, csak mintha a hangom más lenne, mintha megint változna átfele, a betegség hozza. Bocsánat. Na itt kell lenni egy kriptának, ugye? Hát itt nincsen kripta. Jó, akkor menjünk a Memory Starts-hoz. Egyből startoljunk a memory-val. Startos memory. Hát start. Volt a start.hu. Vagy www.startlab.hu. Van a start. Ugyebár Crest letételvizsga. Meg van a Memory Starts. Oda megyünk-e? Ne húzkáljál már! Hát véletlenül azt hiszem, hogy ilyen fekete krumpli darab vagy ebben a csukjában. Jó van szépen. Úgy ez jó. Mázd meg a falat, hogyha kell. Hogyha az kell. De mi mindig itt overherezik valaki? Nem tudom. Lehet Edziónak a lelkiismeret furdalása beszél, vagy nem tudom. Mondom, hát mi mindig itt overherezik valaki. Ja, ott van-e? Ott van-e? Úszni nem fogunk e pogány miatt, de itt vannak ilyen... Hát jó, csak belement a vízbe, nem baj. Na, akkor beszélgessünk-e. Melyikek? Leonardo is ide tért. Most akkor hova megyünk? Vagy én még itt maradok? Nem vágom az egészet, ezt egész kelekócsaságot. Bordó. Fekete. Fekete a szújítom, de legyen bordó. Feri. Nem ismerek semmilyen Ferit. Mondom, hogy Velencébe megyünk. Nincsen, hallod? Otthagytad a vízumodat? Mi? Jó van már, hallod, ez az öreg tata nem akar. Ez kicsoda. Bele akarsz hullodni a 30 cm-es vízbe? Hajrá! Ő kiabált, hogy help. Hát mit keresett ez a szigeten? Get a boat. Get a boat, Mario. Na. Ja, hogy ahhoz kell menni. Bocsánat, akkor dive-oljunk. Értem. Biztos nem szeretne vizes lenni. Tudom, drága ruha volt. Sok család tönkrement ez a ruha elkészítése miatt. Na, itt van Tata-u, vagy izé, Tatu, vagy micsoda, Kenu. Stranded woman. Most nem nagyon strandul. Így van. Na, hát tudtam volna, hogy egy woman-nel fogunk találkozni, akkor szebb ruhában leszek, mert minden. Nem büfögök egyfolytában videózás közben. Tudod, ilyen szokásos általános usually dolgok. Jó van. Ú, de fehér a keze. A kesztyű? Vagy... Nem, ez nem kesztyű. Nagyon fehér a keze. Kihűlés. Ajaj, szóljunk a doktorának, hogy bajok lesznek. Úgy hívják Katarina. Katarina? Ja, Katarina. Azért, Katarina Schwarza. Hova megyünk? Jajaj, süllyedünk mindjárt. Titanic. Jó, kicsit hátra. Ho! Hey, ho! Már minden. Így van. Jó van, köszönöm. Köszönöm, hogy bemutatkoztál. Jányom. Te is Velencébe akarsz utazni? Akkor én még nem megyek. Jaj, vigyázzál már megint, mert süllyedni fogunk. Ember a vízben! Húzzál már ki minket, bátyám! Azokat lehet lootolni? Bizonyára lehet lootolni őket. Ú, tolatunk, mint a kamion. Tű. Jó, megvan. Hú, éles helyzet volt, éles szituáció. Ez mi volt? Hoppá, léket kapott, azonnal műteni kell. Na, nem ennyi már arrébb, nincs sodrás. Mi van, ha nem estem bele a vízbe annyira, hogy sodrás legyen? Nem vagyok én izé kövér gyíkos bálna. Hát ezzel a hajóval nem lesz mi jóval, ha ezt hajónak lehet nevezni. Kicsit furcsa ez a csaj. Hogyha ez ilyen főszereplő nő lesz, akkor megbocsátoknak furcsasága miatt, mert legalább egy olyan játék, ahol nem mindig a szép, nem szép a társunk.
Hát így közelről azért az én azt mondanám, hogy nem kell, mit tudjam én, egy ló fejet ráhúzni a fejére, hogy ne tűnjön csúnyának, szóval elég szép. Kusoljá! Most már kusoljá! Oké, kaptunk egy 2500 forintos burítót, szúszhatunk. Na, akkor lehet Velencébe menni, ugye? De. Készen a hatodik szekvencia? Ennyi volt a hatodik szekvencia? Nem akarom elhinni. Na, gyorsan tegyük bele a fingunkat a csomagba, aztán haladjál gyorsan. Anyósom, apósom. Így van, pakolja. Hát ebben már csak 75 volt a terem buráját. Oké, hát akkor itt a rész vége, mert ezt a város, vármegye házát, ezt még ki szeretném lootolni, meg ilyesmi. De tudjátok, innen fogok jönni, meg minden ideje egy blökit megkötni. Hú, de füves bála az. Hú, fű, ganja. Sziasztok, Aranka, Marika és Lalos. Kanos, Lajos. Sziasztok.